Már a bevonuláskor Nagy Taps köszöntötte dr. Székely Jánost, akit július 8-án a szombathelyi székesegyházban megtartott ünnepi szentmise keretében iktattak be megyéspüspöki hivatalába. Az új főpásztor a 16. vezetője a szombathelyi egyházmegyének. Franciscus, episcopus servus Severum Dei, venerabili frate Ioanni Székely. Előbb latinul. Apostoli hatalmunkkal a szombathelyi egyházmegye püspökévé nevezünk ki, felruházva minden joggal és kötelezettséggel, mely az egyház jog vonatkozásában e hivatallal jár. Majd magyarul is felolvasták Ferenc pápának a megyés püspök kinevezéséről szóló oklevelét. Ezt követően Alberto Bottari de Castello apostoli nunciustól átvette a kinevezési bullát, és a kormányzás jelképező pásztorbotot Székely János. A köszöntők után az egyházmegye papsága készfogással ígért engedelmességet az új főpásztornak. Szentbeszédében Székely János többek között kiemelte, püspöki szolgálatával az egyházmegye lelki megújulását kívánja szolgálni. Európa és benne magyar nemzetünk is sok szempontból egy belső spirituális válságon megy át. Egyre kevesebb házasság kötődik. Egyre kevesebb gyermek születik. Egyre több olyan ember van, aki alig tud valamiért őszintén lelkesedni, valaminek őszintén örülni. Ennek a válságnak a legfőbb oka, hogy nagyon sokan a nyugati világban elszakadtak a teremtőtől, az élet forrásától. Minden erőmmel azon leszek, hogy minél többeket próbáljak visszavezetni, visszasegíteni ehhez az éltető forráshoz. Dr. Székely János 1964-ben született, 1991-ben szentelték pappá. Megyéspüspöki kinevezése előtt 10 évig volt Esztergom budapesti segédpüspök. Megyéspüspöki jelmondata, mindenki ő érte él. A püspöki címeremnek két jelképe van, a jászol és a kereszt. A jászol utal a betlehemi tanulmányaimra is, de egy kicsit tágabban az Isten alázatára, egyszerűségére, ahogyan közénk jött. A kereszt pedig az önfeláldozásra. Ez az alapstílusa Isten cselekvésének, és úgy gondolom, hogy minden pap tevékenységének is. Az új megyés püspök a Szent Márton oltárnál imádkozott az egyházmegye védőszentjének közbenjárásáért és Brenner János boldoggá avatásáért. A Szent Mise dr. Székely János áldásával zárult.